Békés Balázs adótanácsadó, jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy eljött hozzánk. A NAV mellett most már az Európai Unió is üldözni az adócsalókat, legalábbis ilyen címek jelentek meg beszámolók az elmúlt időszak adóelkerülés körüli polémiái kapcsán. Mennyire megalapozott ez az állítás, hogy mondjuk Magyarországon az Európai Unió is az adócsalás ellen lép majd fel? A politika szintjén biztos. Az Európai Unió ugyanazzal a problémával szembesül, mint amivel Magyarország, hogy pénzre van szüksége, és úgy ítélték meg, hogy ennek most újabb forrása, hogy az árnyék gazdaságot próbálják meg utolérni, megadóztatni, és erre próbálnak különböző eszközöket találni. Ugye van egy szám, ami egészen döbbenetesen, a magyar GDP 10-szerese tűnik el az Európai Unió tagállamaiban a szürke vagy árnyék gazdaságban. Ez az adóelkerülés szintjén egészen elképesztő, de ebben Magyarország milyen súllyal érintett? Mennyire vagyunk mi átlagosak? Nagyon érdekes. Az átlag az körülbelül 20%, tehát az árnyék gazdaság az körülbelül 20%. A legjobb az Luxemburg, az olyan 7%, utána jön Ausztria 8%-kal. És minthogyha egy térképet néznénk, minél keletebbre megyünk, annál nagyobb az árnyékgazdaság, és mondjuk Bulgáriánál elérünk körülbelül 30%-ot. Azért, mert így szocializálódtunk? Tehát az elmúlt évtizedekben valahogy erre rendezkedett be, még a szocializmusban az ébredő piacgazdaság? Valószínűleg igen. Ez szerintem részben az értékek kérdése, tehát vajon értéke az, hogyha valaki adót fizet, vagy pedig az érték, hogyha megkerüli, és biztos, hogy ennek történelmi gyökerei vannak. Ez az egyik része, elnézést. A másik pedig biztos azon is múlik, hogy mennyire hatékony egy adóhatóság. És itt is vannak különböző számítások, ami körülbelül azt mutatja, hogy amennyire mi Közép-Kelet-Európában vagyunk, annyira hatékony a mi adóhatóságunk. Viszont az Európai Bizottságnak meg régi vágya, hogy valami egységes adórendszert létrehozzon az Európai Unión belül. Hát a tagállamok igen erősen ellenállnak, sőt, hát az egyik nemzeti megnyilvánulási módjuknak tekintik azt, hogy az adórendszerük a sajátjuk. Erre pont mi vagyunk most magyarok a legjobb példa. Igen, mi vagyunk, de nem az egyetlenek. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha le akarom egyszerűsíteni, akkor két típusú adó van. Vannak a közvetett adók, tehát az áfa típusú forgalmi adók, és vannak a jövedelemadók. Ami a forgalmi típusú adókat illeti, ott van egy közös érdek, hogy ez jól működjön, hiszen van egy egységes belső piac, és az egységes belső piacon az áruk azok szabadon tudjanak mozogni. Ez egy harmonizált terület, és aztán utána vannak a jövedelemadók, és úgy ítélik meg a politikusok, hogy a jövedelemadó az a terület, amivel beruházásokat lehet vonzani, amivel szavazatokat lehet megnyerni, és ennek megfelelően úgy gondolják, hogy ez a tagállami szuverenitásnak a része. És ez annyira így van, hogy nekem volt alkalmam a bizottságban dolgozni, és amikor jövedelemadó típusú kérdések voltak, azokat akkor lehetett a bizottság elé, a biztosok tanács elé vinni, amikor az angol biztos nem volt ott. Mert ő annyira úgy gondolta, hogy ez a tagállam szuverenitása, hogy ő ezeket obstruálta, ezeket a vitákat. Eleve vannak ilyen trükkök, tehát kivel nem tárgyalunk bizonyos dolgokról, mert reménytelen. Na jó, ezt értem, viszont hogyha nincs egységes adórendszer, nincs egységes adó ellenőrzés, akkor például az hogyan fogja elérni, tudni az Európai Unió, ez esetben az Európai Bizottság, hogy különböző államok, állampolgárai más országokban ne menekítsék ki a pénzüket, ugye az adóelkerülésnek az egyik legtutibb trükkje. Hát az információ hatalom, és ebben az összefüggésben is. Ez gyakorlatilag egy eljárási módszer, ami azt jelenti, hogy nagyon gyakran ugye elviszi az egyik tagállam állampolgár egy másik országba a pénzét, és ott realizál belőle kamatot. És erre azt a megoldást találták ki egy úgynevezett megtakarítási irányelvben, hogy amikor valaki kamatot kap, akkor automatikusan a forrásország adóhatósága információt ad az illetőség országában. Ez már most is így működik? Ez már most is így működik, és ezzel szerintem nagyon sok magyar is szembesült, amikor hogyha mondjuk én magyar állampolgárként Franciaországban elhelyezek pénzt, és kamatot kapok, akkor a francia bank szól a francia adóhatóságnak, aki szól a magyar adóhatóságnak, hogy Békés Balázsnak kamatjövedelme van Franciaországban. Gratulálok! Igen, és itt a probléma nem is az, hogy most én a kamatot leadózom, vagy pedig nem, én természetesen igen, hanem hogy vajon az a jövedelem, amit én Franciaországban letettem, az honnan van.
és ez 2005 óta működik ez az információs rendszer. Három országnak sikerült egy olyan kivételt kapnia, hogy ő neki nagyon meg kell adóztatnia ezt a kamatot, és nem kell információt szolgáltatni, de ez is fokozatosan eltűnik, és ennek megfelelően az információ az a forrásországból eljön az illetőség országába. Ugye az az irányelv, ami ezt rendezi, az azt mondja, hogy a kamatjövedelem. Utána jöttek az adótanácsadók, meg a különböző termékfejlesztők, és azt mondták, hogy akkor ezt mondjuk csomagoljuk át egy biztosítási típusú struktúrába, és akkor nem esik ennek a hatája alá. És a mostani lépés, a mostani akarat, hogy utána menjen a jogalkotó, gyakorlatilag az adótanácsadók találmányainak, és próbálja ezeket a struktúrákat is megfogni. Hogy most már a biztosítások is bekerüljenek ebbe az információs rendszerbe, amelynek igaz az állítás, hogy Ausztria és Luxemburg nem tagja az Európai Uniós tagállamok közül? Ausztria és Luxemburg azok az országok közé tartoznak, akiknek nagyon meg kell adóztatni, hogyha nem akarnak információt. De magyarán lehet, hogy adót fizetek, de legalább a magyar adóhatóság nem tudja meg, hogy miután fizetek adót Ausztriában. És nem mindent a magyar adóhatóság kap, tehát hogyha most Ausztriát vesszük példaként, akkor ha én elmegyek Ausztriába és leteszem ott a pénzem, akkor két lehetőség van, vagy bevallom, hogy én magyar vagyok, vagy azt mondom, hogy én nem szeretném bevallani, hogy magyar vagyok, akkor ők ezt 35%-kal fogják megadóztatni a kamatjövedelmet, ennek 25%-át megtartják, és 75%-át átutalják Magyarországnak, csak nem lesz pántlikázva, hogy ez a Békés Balázs adója. Hát magyarán ez az egyetlen, vagy talán a legkézzelfekvőbb trükk a magyar adóhatóság elkerülésére. Még. Hát még, de most még igen. Nem tippet akartunk adni, én csak kérdezek, félértés ne essék. De hát ugye ez a jelenlegi helyzet. Igen. Ez miért van? Egy utolsó kérdés. Tehát Ausztria miért úszta meg azt, amit mondjuk nem úszhat meg Belgium vagy Franciaország? Politika. Jó volt az érdekérvényesítő erejük? Igen. És érdekes módon ezeknek a kis országoknak sikerül érdekeket érvényesíteni, Ausztria, Luxemburg, és a nagyok aztán fokozatosan kezdik el őket adott esetben szorítani. Dr. Békés Balázs, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.